Kedden elutazott a csütörtökön kezdődő észtországi U23-as Európa-bajnokságra a magyar válogatott. A csapatban 4 nyíregyházi versenyző is helyet kapott, közülük 3 Szikszai Róbert, Káplár János és Kerekes Dóra, Kerekes László edző irányításával készült fel a kontinens viadalra. Nagyon jó helyen állunk a ranglista alapján. Robi ugye ott van az első 3-ba, Jani a 10. helyen, lányom 15. helyen. Döntős helyezéseket várok, illetve valakit egy szebb eredményt is. Szikszai Róbert 2 évvel ezelőtt még juniorként Európa-bajnoki címet szerzett. Tallinnban 60 méter fölé szeretné repíteni a diszkoszt a fiatal atléta. Gyakorlatilag ugyanez a mezőn lesz, egy évvel idősebbek csatlakoznak még hozzánk, egy pár ember, egy orosz, ukrán, és őket is szeretnénk legyőzni. Káplár János reményei szerint nem jelenthet gondot számára a döntőbe jutás, ott pedig már bármi megtörténhet. Én úgy gondolom, hogy nem lesz annyira magas a szint, hogy ne lehessen megdobni. Én egy 58 méterre számítok, ami egy ideális körülmények között bármikor meg tudom dobni, Robi és én is, úgyhogy hát bízom, hogy nem fog problémát okozni ez az 58 méter, vagy amennyire ki fogják rakni a szintet. Az első világversenyén induló Kerekes Dóra számára is a döntőbe jutás a cél. Szeretnék mindenképpen a döntőbe kerülni, jól sikerült most ez a felkészülés, több edzőtáborba is sikerült mennünk, úgyhogy bízom benne, hogy sikerül döntőbe kerülnem. A magasugró Bakosi Péter sérülése már a múlté, így a minimális elvárás esetében az, hogy a 26-os mezőnyben kiharcolja a 12-es döntőbe jutást, a fináléban pedig egyéni csúcsa szeretne ugrani a nyíregyházi atléta.